Lajos. Ennek a külökenekének muzsikálni kell, ez állandóan felfizik, meg szórakoztatja a csajokat. Pesten születtem, Kőbány. Én abszolút kőbányai vagyok. Kőbányán születtem a Gizella kórházba, ami most elfekvő. Mellette érettségiztem a László gimnáziumba, és az első bulim, ami már hát nem volt amatőr, mert nagyon jók voltunk, egy rekord című zenekar. Majdnem mi nyertük a kimitózat, csak nem voltunk benne a brancsba. Úgyhogy a Fenyők nyerték meg. De a New Musical Express-ből itt volt egy újságíró, a Roy Carr, és azóta a nagy képemmel, a nagy múzeum a bassgitáron volt, azt mondja, hogy láttam egy amatőr fesztivált, és ott volt egy bassgitáros, bármelyik angol zenekarba beférne. De nem akar eljönni Magyarországról. Kérdeztem, miért nem jössz? Hát mondom, mert magyar vagyok. És mindig azt mondtam, amikor kint bokráztam a nagyvilágban, mindig azt mondtam, hogy gyere ki, maradj, nem jó érzed magad itt? Hát gondolom, hogy Svájcban például 3300 svájci frankot keresünk havonta szállás ellátással, 4 órás munkával. Nekem egy politika van a rock and roll. A Ian Anderson, Jethro Tull azt mondja, I'm not too old to rock and roll, but I'm too young to die. Én mindig muzsikáltam, mindig énekaros voltam. Én tudok énekelni egyébként, a Pinyó is tud. Hát vendéglátóban kötelező volt meg az amerikai klubokban énekelni. Olyan szinten tártuk a lelkünket és adtuk oda, hogy a tömeg miután megértette, mert ők tudták, csak nem tudták elmondani. Na most ez nem elmondás, az annyit jelent, ha meg beszúrva, az olyan rossz. Tehát mi odaadtuk neki azt, amit ők éreznek, és ők egy katalizátort. Becsületet adtunk, szeretetet, tiszteletet és tudást. Amikor a felső vezetés, mentünk valószínűleg Portugálba, mentünk és be kellett menni a zenekarvezetőknek, akkor az Acél György elvtárs, ott állt mindenki, és hát eddig ért nekem, azt mondja, Úristen, milyen nagy önösöm elvtárs, Acél elvtárs, a nagyság nem magasság kérdése. És utána beszélgetni, akkor lazult, azt mondta, tudod, kérlek, Somáftárs, avval nyerted meg nálam a csatát, mert én minden jelentést kaptam, amikor ezt mondtad, hogy a nagyság az nem magasság kérdése. Azt mondta Acél elvtárs, Kádár elvtárs, itt valamit csinálni kell, mert ebből előutóbb az ifjúság fellázadt, és az ifjúság nem ez a dolga. Az ifjúság dolgozzon, építsük a kommunizmust. Elmondta nekem, ránéztem, ő is rám nézett, tudta, hogy poénra veszem, meg ő is poénak mondta. És akkor engedték meg az Illés-Omaga metrót és a Kockovács Zalatnait, hogy egy kicsit zsilipeljenek. Nekem a mindenható azt mondta, hogy akkor még elvtárs voltam, Somertárs, a 24 órából adok 48-at, de azt is végig fogja dolgozni, ám legyen. Az Echtős Péter, az ő engem szeretett, mert azt mondta, ez a piramis racsot. És mindig a borserftársra hivatkozott. De mondom, Péter, ez ő hülyeskedni, én is racsot, hogy te is racsolsz. Jó, mondom, hogy csak hülyeskedni, azt mondja, ne hülyes, hogy komoly dolga van. Szóval a bors volt felelős a komoly zenér, Erdős pedig hát a nagy Imrének volt a sajtófőnöket. Azt mondja, kidolok az ablakon, bejössz az ajtón, ez a piramis. Kidolok az ajtón, bejössz az ablakon. Na, Péter, akkor csináljuk azt. Nemzeti Sportcsarnokban van egy koncertünk. Molnár Gyuri csinálta. Gyertek ki, nézzétek meg. De hát akkor lábunk előtt hevert az ország. Hát, volt egy nap 4 bulink is volt délelőtt 10-kor. 2-kor, 6-kor és 8-kor. És én vezetem UR2974-es 1002-es zsigulimat. Azt hoztam be egyedül, a pénzen kívül, hogy legyen mozgó járművem. Nekem rajta mindig rajtam volt a vaskesztyű. De a lelkem az és egyszerűen körbe kellett bástyázni, hát körülbelül nem tudtam olyan szép dalokat írni, hogyha nincs lelkem, már pedig nagyon lelkem van, és én nekem a fő jelszom a szeretet.
Mert beszélnek itt a csajokról, meg, de a szeretet, mert tudod, van a lángoló szerelem, de az nem alakul át a szeretetté, akkor nincs, hát akkor sincs. Hát a szeretet és a tanítás. Én úgy gondoltam, hogy idegileg jobban bírják, nem bírtak a gyűrődést, tudod, és én senkit nem hibáztatok, de látszott, hogy az a kohézió a sok támadás miatt, de ezt mind én viseltem, mert nekem kellett a szívemnek, nekem kellett elviselni, meg a lelkemnek ez az egészet. Nem is mindent mondtam el nekik, mert attól meg már ők mentek volna a Lipótra, nem én ettől az egésztől. De mondom, majd csak ki fog alakulni. Egyfél megint kimegyünk külföldre, amit elő is készítettem. És akkor, amikor Sanyi kivált, akkor már megvolt a Skandinávia. Sok álmatlan éjszakát okozhatott a Sándornak nyilván, mikor bejelentette ezt angolul a kelet-németek Bautzenbe. Mert helyre is emlékszem. És miután a zenekarból csak a Péter én, meg a Sanyi beszélt angolul, hát szóval Péter, te azt hallottad, amit én? Azt. Hát mondom, Petikém, akkor ennyi a történet. Én túl tudok lépni, mert a temetőben nem azon kívül, hogy feltámadunk, hanem föltámadunk. Gyerekek, más felállás, ez lesz, ezt nem lehet ezt a zenekart megcsunkítani, más formában fogunk játszani. Kitaláltuk ezt a Bauhaus stílust. Bachmann Gábor volt az egyik, meg a Beke Laci, ő volt az idolók, és Bachmann meg a grafikus. Mondjuk az örömöt, hogy van egy mindent elbűlő édesanyám, van egy nagyon jó lelkülgöm, és van egy gyönyörű lányom, van egy gyönyörű feleségem, és nekem céljaim vannak, hát én alkotó ember, én soha nem vagyok depressziós. Amiket írnak, hát nem azt kell nézni. Tehát én nekem ez a buli ugyanez szeretetről szól, az öröm adás, nem is a szerzés, mert a szerzés az inkább habzsolásra magadnak. Én sok örömmel szeretek adni, mint kapni. Ez egy ilyen fura szokás, de én megtartom, mert én maradi régi vágás vagyok. Egy 14 éves kisgyerek azt mondja, hogy Lajos bátyám, tudod, mit kértem ajándékban karácsonyra anyám, mikor mit te nagyhős? Két piramis jegyet. 14 éves. És akkor jönnek akik kíváncsiak voltak, akkor jönnek azok bátyjai, vagy ők szülei. Kíváncsiság volt, és erre van a mondás, hogy nemzedékeket ölelünk át.